Fülöp Mihály történész volt az, aki megírta, hogy a szovjet-román fegyverszüneti egyezménybe az a mondat, hogy Erdély vagy annak nagyobb része kerüljön vissza a háború befejeződése után Romániához, Churchill kifejezett kérésére került az egyezménybe. A mondatnak azért volt jelentősége, hisz így kívánták biztosítani annak lehetőségét, hogy Magyarország számára is legyen értelme a szövetségesek oldalára átállni. Revízió vagy autonómia című dokumentum kötetének egyik legnagyobb meglepetése, hogy kiderül belőle. Nem a Debrecenben megalakult új magyar kormány, hanem éppen a nyugati szövetségesek gondoltak a II. Világháború után először arra, hogy orvosolják a trianoni békeszerződést Magyarország javára. A II. Világháború végén mindenki érezte, hogy a versailles-i rendszert úgy, ahogy az a két világháború között volt, nem lehet helyreállítani. Ez vezetett ugyanis a II. Világháborúhoz. Ezért valamennyi nagyhatalom külügyminisztériumaiban olyan terveket dolgoztak ki, amelyek arra törekedtek, hogy a konfliktusok méregfogát kihúzzák, vagy legalábbis csökkentsék. 1945. márciusától azonban a területi vitában nem ez volt a döntő, hanem az, hogy a szovjetek, Visinszki szovjet külügyminiszter helyettes katonai fenyegetéssel juttatta hatalomra a Gróza kormányt. Ettől kezdve az angolok és amerikaiak a Gróza kormány megbuktatására törekedtek, a szovjetek pedig az általuk hatalomra juttatott baloldali román kormányt védelmezték. A területi viták ennek az összefüggésében bontakoztak ki, így 1945. szeptember 20-án az amerikaiak azért terjesztették elő ezt a határmódosítási javaslatot, hogy megbuktassák a Gróza kormányt, míg a szovjetek azért ragaszkodtak foggal és körömmel ahhoz, hogy ne a történeti pártok, Mihály király legyen a döntő hatalmi tényező, mert az általuk hatalomra juttatott Gróza minden szovjet kívánságot kielégített, a kommunisták uralták ezt a kormányt, és ebben látták egy baráti Romániának a zálogát, egy későbbi szövetséges államnak a lehetőségét. Érdekes a szovjet álláspont megváltozása, hiszen 1944. augusztusáig, tehát addig, amíg a szovjet-román egyezményt meg nem kötötték, addig a szovjetek kidolgoztak egy önálló Erdély koncepciót. Magam, minisztertársaim, asszonyaink és az egész kormánydelegáció nevébe meghatott szívvel búcsúzom Moszkvától, a Szovjetunió gyönyörű fővárosától, és azoktól a férfiaktól, akikkel itt alkalmunk volt megismerkedni, és a két ország helyzetéről tárgyalni. Nagy Ferenc miniszterelnök szavait Grigorjev, a Szovjetunió budapesti követségi tanácsosa fordítja orosz nyelvre. Ennek az önálló Erdély koncepciónak a megfogalmazója az a Geiger Béla volt, aki később Grigorjevre oroszosította vagy szovjetesítette a nevét, nem tudom, hogy mi a pontos kifejezés, de ő volt az, aki ezt doktori disszertációként meg is védte. Miért tértek el az oroszok ettől az állásponttól? Hát erre mondják azt, hogy el is tértek és nem is tértek el. Egyrészt elfogadták azt, amit Churchill kért tőlük, tehát hogy nyitva hagyják a magyar kiugrás előtt a lehetőséget ezzel a formulával, hogy Erdély vagy annak nagyobb része a békeszerződéstől függően Romániához kerüljön. De ugyanakkor 1944 nyarától tudatosan törekedtek arra, hogy Erdélyre, vagy annak egy részére, Észak-Erdélyre rátegyék a kezüket, és ezzel mind a két államot, Romániát és Magyarországot egyaránt sakkban tartsák. Miért nem terjesztették ki hatalmukat Dél-Erdélyre is, ahogy az Geiger vagy Grigorjev Béla eredeti koncepciójában benne szerepelt? Ennek az volt az oka, hogy 1944. szeptember 12-től, tehát a román fegyverszüneti egyezmény megkötésétől kezdve
Egyetlen egy terület maradt, aminek a nemzetközi státusa vitatható volt, és ez pedig a második bécsi döntés által lefedett terület, Észak-Erdély.